Sziasztok! Ez a mai videó március 15-e alkalmából készült, azzal a céllal, hogy azok a gyerekek, esetleg felnőttek, akik csak kevés ismerettel rendelkeznek a nemzeti ünneppel kapcsolatban, bővíthessék tudásukat. Ennek érdekében felkerestem Márfi Bencét, aki történelem tanár, és nem utolsó sorban az ő nevéhez fűződik az egyik kedvenc YouTube csatornám, az Időutazó. Szervusz Bence! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Részemről az öröm, hogy szólhatok itt néhány szót. Köszönöm a meghívást. Március 15-ét azért ünnepeljük, mert 1848. március 15-én kitört a magyar forradalom és szabadságharc. De hogy ez miért fontos nekünk? Abban az időben az akkori Magyarország az osztrák császár kezében volt. Ő uralkodott az ország felett, és akik az ország irányításában részt vettek, ők is főleg osztrákok és nem magyarok voltak. A forradalom azért tört ki, mert néhány magyar fiatal hangot mert adni annak, hogy a dolgok nem működnek rendesen. Közülük többen börtönbe kerültek csak azért, mert más volt a véleményük. A magyar emberek nem dönthettek a saját sorsukról, többek közt az osztrák császár emberei mondták meg, hogy mit írhatnak az újságok, és mit nem. Ezt nem akarták. Szerették volna, hogy a gazdag és a szegény ember ugyanúgy feleljen a tetteiért a bíróságon, ha törvényszeg. Ne kivételezzenek azzal, ha valaki gazdag, vagy mert sokat jár templomba. Legyen saját bankja a magyaroknak, legyenek olyan államférfiak az ország élén, akik a magyar emberekért dolgoznak, és olyan döntéseket hozzanak, ami jó a magyar népnek. Döntéseiket pedig Pesten, az országgyűlésben hozzák meg, amit évente össze kell, hogy hívjanak. Legyenek Magyarországnak saját katonái, a külföldi katonák pedig távozzanak az országból. Azokat, akik felemelték a hangjukat a császár uralma ellen és börtönbe rettek zárva, engedjék szabadon. És végül szerették volna, ha Magyarország egyesülhetne Erdéllyel. Ezt fogalmazták meg a márciusi ifjak a 12 pontban. Az egyik márciusi ifjú Petőfi Sándor megírta a buzdító hangvételű versét, a nemzeti dalt. A lelkes, változást akaró fiatalokat óriási tömeg követte mindenhova Pesten. Ruhájukra kokárdát tűztek. És mi ebben a legszebb? Szakadó eső ellenére embertömegek adták kézről kézre a nyomtatott 12 pontot és a nemzeti dalt Landerer nyomdája előtt, majd a Nemzeti Múzeumnál is hallhatták a lelkesítő beszédet a fiataloktól. Hogy mi lett ennek az eredménye? Olyan államférfi alkotott maradandót, mint Kossuth Lajos, megalakult az első felelős magyar kormány, és az osztrák császártól független, a magyar emberek érdekeit képviselő döntések meghozatalán ügyködtek. 5. Ferdinánd nem állt a változások útjába, de utódja, Ferenc József osztrák császár támadásra készült. Ez jelentette a szabadságharc kezdetét. Azért emlékezünk erre a napra, mert ekkor a magyar nemzet egy emberként állt fel az asztaltól, és mondta azt, hogy nem, mi mást szeretnénk. Ezért ünnepeljük március 15-ét, és ezért viselünk kokárdát ezen a napon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha még több érdekességet szeretnétek megtudni a történelemről, akkor mindenféleképpen látogassatok el az Időutazó YouTube csatornára, ígérem, nem fogjátok megbánni. Én hamarosan újra jelentkezem, addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!